lights, camera, action. Na hát, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dorian vagyok, mai videóban pedig elérkeztünk a Life is Strange következő részéhez. Úgyhogy akkor gyújthattuk abba, hogy összeestünk, és megint volt valami látomás, ugye a viharról. De jól érezzük magunkat. A fejhallgató másik része azért nincs én a fejemben, mert nem akarom most fölvenni. Így is hallom a játékot eléggé. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girly? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now, and I- That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't! You stole that shit! Give it to me right now, asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you? Kis fogott ránk, hallod? Ezt megköverni a gyereket. Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Lőjek vagy ne lőjek, srácok? Lőjek vagy ne lőjek? Nem lövök, nem lövök. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. Nem hiszem, hogy ez jó dolog, de most meg a Davidnek a pisztoly nála van. Ez a Davidnek az egyik pisztoly. Ez rendőrségi pisztoly, úgyhogy nem a legjobb, hogy ez most nála van. Hú, ezért mit fogunk kapni? I don't like guns. It'll be keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way. Később még segíthet nekünk szerintem. Hogyha nála van, tehát most átfutott a fejembe, hogy nem lövök. Mivel nála van Rachel karkötője, hogy tud valamit Rachelről. A Rachel megkeresésében ő még a segítségünkre lehet. Remélem. Ha nem, akkor csináltam most egy nagyon rossz dolgot. Hát jó, hát ez van. Ezt kell szeretni, srácok. I can't believe you basically gave him my gun. There you go, Frank. You can't keep getting mad at me, especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. And I just liked having that gun, man. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Végül is tényleg! A sinen kell pihenni, a vonat sinen kell pihenni, ahol az előbb elszágodozott 20,000 km/h-val egy vonat. Tényleg. A new secret hangout. Jobb helyen nem is tudtak pihenni amúgy, kajak. Are you okay, Max? Hát tökre beszartam. That was awful, Chloe. I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank.
Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Találkozgattatok? Hung out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross. He never even tried. I just made the mistake of borrowing Chloe's fantasy. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Sült az agyam. Légy óvatos. I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens. And it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Rachel és én. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... has... a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. És nagyon nagy okos, mint mi. Nagyon nagy. Nem akarom visszatekerni, ezért csak egy kicsit így nyomkodom, tudod. Railroad tracks always make me feel better. Mindig jobban érzem magam, nem tudom miért. Kerouac, it's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. De vagyok jó fotós, pontosan. You just have to stop being afraid. Nem szabad félnünk. Bírom ezt a Chloe-t, tényleg nagyon rendes. Mit fotózunk? Perfect. A napot. Beremegett az egész. Volt megint egy ilyen izé a viharról. Aha, Chloe láva beszorult, ne! Jön a vonat! A train! Oh shit! Aha. Jó. Gyorsan valamit szerezzünk innen föntről, itt az a ház, itt jöjjünk be, szerezzünk itt valamit gyorsan. Shit, I can't budget at all! Ajj! Ne. Chloe, várj, itt egy feszítővas, vegyük el. I can definitely use this bad boy. Ezek ki tudom... Ki tudom nyitani az ajtót. Jó, kinyitottam az ajtót, oké, rendben. Ja, basszus. Feszítő a B-vel, ha? Rendben, megvan. Oké, megvan. Score. Itt van valami. Várj, fiók. Fiókban mi van? Max, kérlek. Jó, siess, Max! Ezt el tudjuk venni innen. MacGyver, jól van. MacGyverök vagyunk, igen, persze. Nem, hogy itt nem tudunk lemenni. Ne, jön a vonat. Oké, várjál. Várj, ezt nyissuk ki. Melyiket vágjuk el? Pirosat! Csak gyorsan! Ne! Rendben. Fogó, pirosat, vágd el, gyorsan, Max! Ne hagyjad már! Max, ezt nem hagyhatod. Pirosat, gyorsan! Max, gyorsan pirosat! Rendben, jó lesz ez. Mozgasd. Ez az, megcsináltuk, srácok. Bocsi. Bocsi, csak közben egy értesítésem, azt lehúztam innen. You saved me again. Crazy. We were totally bonded for life. Damn. That was close.
Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Hú, srácok, ez nagyon gáz volt. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow. That might explain your tornado vision. Megmagyaráz mit? Explain what? Snow equals the ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? It means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can and will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action. Mindjárt jövök, srácok. Megjöttünk, srácok. Vortexes buli? Meg kéne hívassuk magunkat, nem? I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Nézelődhetnék? Hát akkor nézelődjünk. Beszéljünk az igazgatóra. Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Nem. No. Never mind. Glad to see you weren't about to accuse another student of something or other. Now, if you'll excuse me. Mekkora egy köcsög! Beszéljünk akkor Daviddel. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Igen, vagy nem? Igen. Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you. But it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. Ez a David nem is akkora seggfej amúgy. So is Kate Marsh. Tiszta, rendes. Rosszul van Kate-en. You treat Kate pretty bad. You step between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Nem is akkora seggfej amúgy az ember, srácok, tényleg. Egy aggódó biztonságért. Ennyi. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Nagyon rendes ez az ember. Tényleg csak egy aggódó biztonságiért, srácok. Szóval Warren írt nekünk, illetve megjött kettő új ember, Joyce. Joyce Price-szel beszélgetni 5 év után majdnem olyan jó volt, mint újra látni Chloe-t. Főleg a jó öreg túlvész étkezdében. Az étkészletek koccanása és a sercegő bacon illata visszavitt a gyerekkoromba, mikor még a szüleimmel reggeliztünk ott.
Emlékszem, mindig mosolygott Chloe-ra, még amikor haragudott is. Kétlem, hogy most is így néz rá, de még mindig ugyanúgy szereti, mint akkor. William halála után költöztem Seattle-be, ezért sosem láttam, hogy milyen hatással volt az egész Joyce-ra. Örülök, hogy nem néz önzőnek, amiért elmentem, és nem is néztem vissza. Emlékszem, mikor láttuk utoljára Chloe-val. Kíváncsi vagyok, hányszor éli újra Joyce. Ez a legrosszabb fajta visszatekerés, amit nem tudsz irányítani, de ha visszamennék, mit tennék? Visszamehetnék, mit tennék? El sem tudom képzelni, hogyan jött össze Joyce David Madsennel. Ellentétek vonzák egymást, látni, hogy szereti akármennyire is undi. Lehet, hogy csak egy biztosabb életet akart magának. Chloe nem segít ebben. Remélem, mind a ketten jók hozzá. Joyce a legjobbat érdemli. Ez így van, srácok. Itt van egy Frank. Sosem felejtem el Franket, már azért sem, mert ő az első és utolsó ember, akire fegyvert fogtam. Hogyan végezhette Chloe ennél a kattant drogdílernél? A furcsa dolog az, hogy amikor láttam, ahogy fenyegeti Chloe-t, a szemét telepen szemet szúrt, hogy mennyire normálisan néz ki. Valami kemény gengszert vártam, de inkább nézett ki valami kukatugró hajléktalannak. Bár nem nézett ki sorozatgyilkosnak, az aurája és kisugárzása rossz volt. Szó szerint felállt a szőr a hátamon is. Chloe tartozását akarta visszakapni, szóval nem volna logikus bántania, de a logika nem mindenkinek adatik meg. Szóval, ja, megfenyegettem David pisztolyával. Vicces, szerencsére egyikünk se járt úgy, mint a kutyaszorítóban szereplői, és hirtelen Frank nem is tűnt olyan ijesztőnek. Még mindig nem tudok olvasni, srácok. Ettől függetlenül nem akarom Chloe közelében látni soha többet. Mivel Rachel egyik karkötője volt rajta, Isten tudja miért, hirtelen előreugrott a gyanúsítottak listáján. Rendben, akkor van itt még ilyen keddünk. Ez nem érdekel most senkit, bocsánat, időszűkében. Képeink. Illetve kaptam 2. Vedd ezt figyelmeztetésnek, itt 4 napja. Az üzenet jelzi, hogy a fiam zsarolásból bírósági ügy lesz. De nem tudom, hogy az első diák, aki bepróbálkozott, remélem tudom, hogy az utolsó. Aha, jól van. Jó, azt megjegyeztem magamnak. Chloe, késsel foglalj egy fülkét az étkezőben, nagyon majd megetett. Remélem, hogy szerencsés vagyok, ha napjuktár ide érsz. I could go see Warren playing Mad Scientist in the lab. Juliet, aha, Logan. That's fassa. You have to talk to me, kid. I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Kate. What do you want from me? Mit akarsz tőlem? Please, leave me alone. Nekem azt akar, hogy hagyjam békén, aki. Luke. Hát én ezek nem akarok beszélni. Van esetleg még valami üzenetem? Nem úgy volt, hogy Orrentől is kaptam valami üzenethez? Vagy nem? Ja, de itt van-e. Itt kaptam tőle. Igen. Hello, Chelsea. Tudom, hogy teremben vagyok most. Nyugi. Nem vagyok Schrödinger macskája. Tudományos terem. Ágyből itt van-e. De jó, itt van. Itt van Warren. Hello Warren, szia Warren. Beszéljünk. Hey Warren, are you okay? Jó vagy, gondolkozol közben, zavarodott vagy. Maxwell Silverhammer. Perfect. Maxwell Silverhammer, édesem. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Én a döntés, Dr. Max. Adja hozzá káliumot. Mit tudom én? I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Mikor kapok egy ingyen ölelést, Jézusom. Weird. Thanks. Fura tudomány.
akkor várjál, akkor tekerjük vissza. Gondolkodj. Maxwell Silver asking me for help? No, mi lehet? Mi lehet? Sok káliumot adjunk hozzá. Amint kurva sokat. See? Look at that smile. Tudós leszel csinálni. Mi lesz belőle? Nagy robbanás. Az előző ilyen kis robbanás volt. Mekkora ugrott a székem? Ez jó, akik itt a tudománnyal. Várj, itt van egy Miss Grant, valós tudom beszélni. Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. It's too bad you didn't sign your signature. Every signature counts. And yours might be the one that decided. Beszélgessünk egyet vele. A... Miről beszélgessünk vele? Talán a kísérletről kéne vele amúgy beszélgetni, nem? Legyen egy kísérlet. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Klórt adni, ő klórt adna hozzá. Jó, mennem kell. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Jó, köszönjük szépen. Akkor... Akkor gyerünk ide Warrenhoz, és akkor mondjuk meg neki a dolgokat. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Hey, Warren. Maxwell? Asking me for... Have that... Chlored. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a competent scientist. Magabiztos tudóssal. Próbáljuk ki, na próbáld ki. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest. Dr. Na legyen szerény, Dr. Corfin. Really broke the bounds of science. Haha. Ez jó lesz. Na, akkor menjünk tovább. Váltunk, nem? Vált nem akarok beszélni, mert nem ismerlek. Jeffersonnal beszéljünk. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. Mindegy. Not exactly. Nem kezd tudni a tanárnak. Sorry. I have to go and work on my photo. You can talk to me anytime. And Max, can I talk to you about Kate? I assume you know about this viral video? Kate freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Igen, beszéltem. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel, too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Nathan Prescott. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I? Excuse me, Madsen. Hello. Yes?
Egyre kevésbé szimpatikus nekem ez a tanár úr. Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Nem olyan szimpatikus nekem, srácok, ez a tanár úr amúgy. Eléggé olyan, tudom. Mit keresnek ezek a helyemen? Nathan meg a Victoria? Rohadjatok meg. Menj innen. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Maxnak van feltörési vízikatekség, neked mit van, bazd meg? Take a selfie of this moment. Te kórházba kéne menned, nagy bajod van, bazd. Fogyatékos hülye. Assholes. Megkapod, ezt még visszakapod, gyerek. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Azt nem teljesen értem, hogy az itt most mi történt. Kate el ment sírva, az ember meg, a David az meg fotózgatta. Az igen. Hello, Warren. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I don't know what to say. Pontosan ez így van. Okay. Na, mi a mennyi voran? But if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Nagyon vicces vagy. Maybe it involves a student? Rajzoljunk friend? I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, no smartphones in class, Max. Put that away. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. Max, azt kívánom, bárcsak gőzereztettél volna Frank seggébe ehhez, hogy nekiadtad volna a fegyvert. Nem, Chloe, ezt nem akarnám, és te sem. Késem már az, hogy visszamenjünk. Pontosan. El lehet ezt olvasni. És a telefonozás rossz szó. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to make a photo contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. I guess Kate will miss class now. I'm worried about her. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in mind. Yo! Some crazy shit is going down at the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen! Everybody remain seated. Dismissed. Menjünk, menjünk. Mi történik itt, mi történik itt? Is this for real? It slipped out. I didn't think she was that messed up. Picsit teljesen kibúd. Mi kicsoda? Kicsoda? Fuss el már! Hallod? Ki van ott? Ott van ki, ne! She can't die. She can't. Hallhat meg. Nem. Igazad van, nem hallhat meg. Nem. Két, maradj ott. Két, maradj ott. Maradj ott, két. Maradj ott. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Nem tekerhetek vissza újra, meg újra. Jó, hát valahogy a muszáj visszatekerned. Hogy... Hoppá, hoppá! Vérzik az orrunk. Megint túlzásba vittük az erőnket, az a baj. Debel ott a csaj! Két lefogóra, ez még debel! Keep going, Max. Menjél! Can't do it.
Megállítottuk az időt, hallod? Ez egy madár. Te leszem, hogy nem tudunk rajta keresztül. Ezen se. Oda jó. Siess, Max, siess. Siess. Siess, mert aztán a végén újra fog indulni az idő. Siess. Menjek fel a tetőre, menjünk fel a tetőre. Én is azt mondom. Yes. Max, stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Nem fogsz leugrani, megmentünk. Nem, ilyen nincs, hogy leugrasz. Ez bűn. Please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Mert jóra fordulnak a dolgok. Don't worry, Kate. Things will get better. I promise. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Barátom vagy. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Nathan benne volt. Of course. Like I said this morning, I think Nathan is involved. I just need time to prove it. And I have a way with time. You sound so persuasive, Max. If only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Egy erősebb, mint ők. Millónyi videó van. Senkit sem érdekel a videó. Légy erősebb, mint ők. Hey, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! Ojaj, nem tudom, hogy majd teherautót találtam úgy itt közben, az csipok. Nem tudom, milyen családtagjai vannak, az a baj. Kicsit jobban utána kellett volna olvasnom Kate-nek. Anyukád. What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. Pontosan. Nem a videó érdekli. She already thinks Satan has me on the fast track to hell. Let's prove it. No! Kate, please stop. Listen, this isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Az öngyilkosság bűn. Példabeszélek 21-18. Máté 11-28. Nem vagyok ott a Bibliában.
Az öngyilkosság bűn az viszont biztos, az igaz, azt tudom. If you believe in hell, you might end up there. I don't want that to happen. What difference does it make? I'm already in hell anyway. Nem vagy a pokolban. No. Ne. Megpróbáltunk rajta segíteni, az a lényeg. I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh, before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duty seriously. Én tudtam, hogy meg fogom konyozni ezt a játékot. És nem azért, mert most meghalt a Kate, hanem azért, mert próbáltunk rajta segíteni, és átéreztem azt, amit Kate ilyenkor ére, hogy a, nem Kate, hanem a Max ilyenkor például átérezted, hogy a barátja így az ő előtte meghalt. Mr. Jefferson? Nagyon nem jó. You can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible. És ez még csak a második epizód. A második. Marsh did attend your last party. You'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Mit bedragoztatott? David bántalmazta, Jefferson megsiratta. Az a helyzet, hogy Davidet nem tudom okolni, és pont azért, mert hogy most is beszéltünk vele, és aggódik. Tehát aggódik mindenkiért, az összes diákért. Őt vagy nem tudnám így fölhozni. Jefferson fura volt. Nagyon fura volt nekem most is Jefferson. Így beszélgettünk vele most is. Nagyon kérdezősködött és nagyon... furcsa, nagyon furcsa. Nathan bedrogozta. Hát akkor inkább már Nathan. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' hey, bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video, and was ő is aggódik a Kate-ért, a David. I have no choice but to suspend him. Na, ő is aggódik az igazgatónak a videót. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend, fellow student is dead. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation. Ez a nyomozás, de miért neki, miért ő veszélt az nyomozást, ezt ti értitek amúgy, srácok? Ne ő vegye már át a nyomozás, mindegy, alá kell írjuk. Hogy írsz te? Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in.
I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight, I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? Warren se tudja. David nem seggfej. What the hell is this? David... Nem, David nem seggfej. Mert nem tudom őt hibáztatni, egyszerűen. Tényleg csak a gyaggódó biztonsági őr, és a diákokért aggódik. Max, there was no eclipse scheduled today. Nem mondták, hogy megfelelődöttem volna róla, tudtam róla. Tudtam volna. I believe you, Warren. I believe anything this week. Milyen aranyos Warren a görögöt hozzánk. Davidet is megrázta ez az egész. Szegény David. Most sajnálom. Mert már nem tud segíteni ő senki. A Jefferson meg az igazgató. De mi az anyádért sírsz? Már bocsánat, srácok, de ez miért sír? Nek mi a franc baja van? Te mit keresel a lány kollégiumba? Vagy a Victoria van a fiú kollégiumba? Ez meg talán a Frank a kutyájával. Ugye elvileg van kutyája, úgyhogy lesz ez a Frank, ugye? Aha, tudtam, tudtam. Chloe? Tam cigizik? Vagy éppen csavarja a marihuanás cigarettát? Ugye kell valami mást, és velünk kirogat. Rachel továbbra se találtuk meg, srácok. Hát igen. Két mappája. Jó. Kicsit félelmetes lehet így. Kétnek ilyen mappája van. Mindegy. Nem tudom, lehet, hogy ez a jövőre utaló jel. Viszont srácok, kijátszottuk. Kijátszottuk a második epizódot. És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok ebben az epizódban is. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. És írjátok meg kommentbe,
hogy nektek ez hogyan tetszik, viszont mi ezt itt átugornánk, és ugorjunk egy kicsit tovább. Na, itt van valami. Epizód 3, Káosz teória. Ez lesz, srácok, a következő részektől. Szóval köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor adjatok rá egy lájkot. Írjatok meg kommentet, hogy nektek ez hogyan tetszik. Iratkozzatok fel. Én Dorian voltam, ti pedig a nézőim. Ez még mindig kurva szarpoint, de nem tudom abba hagyni, úgyhogy sziasztok!